Na, szevasztok cupákok! Egyszerűen muszáj elmondanom ezt a módszert nektek, mert tudom, hogy most, hogy kijött a Sea of Thief, sokan szeretnétek vele játszani. Én találtam egy módszert, illetve nem én, hanem Pizsonék találtak egy módszert, amivel meg lehet oldani azt, hogy egy akunton, vagyis egy akuntról leszeditek a játékot, és a saját Microsoft akuntatokon keresztül tudtok egyszerre játszani ugyanazzal a játékkal többen. Tehát, még egyszer értsd, én megvettem a Sea of Thief-et, beléptem TeamViewer-en keresztül Pigeonnak a gépén, az én Microsoft Store-omba, és letöltötte a játékot. Kilépett az én akuntomból, átlépett a sajátjára, és ott volt a játék, és ott volt, hogy lejátszás. Majd, mikor megjelent a játék, rámentem, hogy lejátszás, ráment ő is, hogy lejátszás, és tudtunk ketten közösen játszani úgy, hogy ő a saját akuntján keresztül játszik, és én is a saját akuntomon keresztül játszok. Ezt igazából nem tudom megmutatni, mert egyrészt most nincs kivel kipróbálnom, de mondták, hogy ez már korábban működött ugyanígy, hogy a Forzát ugyanúgy egy akunt megvette, és a többi akunt, többi ember akuntján keresztül így tudtak játszani közösen. Úgyhogy nyilván én most, tehát bizalom kérdése az egész, hogy kivel beszéled ezt meg, én csak egy lehetőséget mondok, hogy akár így ennek a módszer, ez nem tudom, hogy ez most egy glitch, vagy ez szándékos, mert a Forzánál is, és a Sea of Thief-nél is, mind a kettőnél ugye play everywhere, tehát tudsz bárhol játszani, bármelyik platformon, Xboxon, Windowson, és a Forza is ilyen. Tehát lehet, hogy csak ezeknél működik így, sőt biztos is, hogy ezeknél működik így. Mi ezt előre így elterveztük, hogy akkor ezt kipróbáljuk. Kipróbáltuk, működik. Tehát rendes karaktered van, rendesen a te nevedet írja ki, és ugyanazzal a játékot tudtok mindketten játszani. Nem tudom, hogy tényleg ez bug, vagy glitch, vagy bármi. Minden esetre érdemes kipróbálni, vagy akár megvenni 3-4-en a játékot, mert annyira megéri. Tehát a 3-4-en megvesztek egy játékot, és 3-4-en tudjátok azt az egy játékot többen használni, akkor nyilván. Illetve van egy 14 napos próbaidőszak a Game Passon. Tehát kész egy Game Pass-t próbaidőre, és akkor 14 napig játszhatok ingyen a játékkal. De gondolom ez egyszerűbb és jobb megoldás. Úgyhogy akár össze is lehet dobni a pénzt, és akkor egy játékkal többen is játszhatok egyszerre. Csak ennyit szerettem volna, hogy tudjatok, hogy van ilyen. Próbáljátok ki, ennyi. Tehát beléptem. Letöltött a játékot, én addig én akuntomon, az én gépemben nem csináltam semmit. Lejött a játék, kilogolt, belogolt a sajátjára, ott maradt a játék, hogy le van szedve, és el tudta indítani. És én is el tudtam indítani, tehát nem írta, hogy használatban van, vagy ilyesmi. És aztán meg tudott ugyanúgy karaktert csinálni, meg minden, úgyhogy Pigeonnak megvan a játék, úgyhogy én vettem meg. Ja. Ti is megcsinálhatjátok ezt, összedobni a pénzt, vagy ilyesmi. Na mindegy, ismételem magamat, csak ezt akartam elmondani, sziasztok!